Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! 2023-ban Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa, addig még van 2 év, de a készülődés már nagyban tart. Jelentős beruházások várhatóak, erről tartott sajtótájékoztatót Porga Gyula polgármester, Ovadi Péter országgyűlési képviselő és Navracsics Tibor kormánybiztos. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A mai sajtótájékoztatón öntisztem azt, hogy elmondjam azt, hogy mennyi minden történt eddig Veszprém és térségébe. Ugye a miniszterelnök úr nemrégiben egy Kossuth Rádiós interjújában azt mondta, hogy a veszprémiekre szép idők fognak várni. És hogyha ezt tettekkel is bizonyítsuk, az a mai napi eseménybejelentés is egy ilyen. De hogyha egy kicsit a múltba tekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben a modern városok keretében közel 24 milliárd forint érkezett Veszprémbe és a térségben. Ugye nem kell a sajtónak szerintem bemutatni a veszprémi sportuszoda projektünket, vagy a tornászgyakorlót, vagy a Csermák gimnázium, a Csermák zeneiskolának a felújítását, de a 30 éve várt útfejlesztésünk is elindult, hiszen javába zajlik a 8-as déli elkerülőnek a korszerűsítése. De hogyha nem csak Veszprémre, hanem a térségre tekintünk, akkor a Magyar Falu Program keretében 1,5 milliárd forint érkezett a választókörzetben. Én nagyon örülök annak, hogy a kormány mindig olyan határozatokat hoz, amellyel a térséget segíti. Európa kulturális fővárosa 50 plusz 40 milliárdos támogatásban részesült. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a programokkal mind a térségben élők nyernek. Ugye amikor az Európa kulturális fővárosa programot megfogalmaztuk, akkor azt mondtuk, hogy beyond, tehát hogy átlépni, túllépni a határokon. Én azt gondolom, hogy nekünk itt a térségben sikerült ez, és nagyon örülök annak, hogy a kormány teljes mellszélességgel a program mellett van. Köszönöm szépen kormánybiztos úrnak a sok lobbiát, ami azt jelentette, hogy ezek a projektek megvalósulhatnak. Köszönöm szépen! Kezdettől fogva az volt a célunk, hogy minden, ami megvalósul, az ne csak a szónak a klasszikus értelmében vett kultúra, hiszen általában, amikor kultúrára gondolunk, akkor a szabadidős tevékenységekre gondolunk, koncert, színház, egyéb szórakozások, holott valójában a kultúra egy nagyon erős gazdasági motor is tud lenni, a gazdasági növekedés motorja, és ezért minden olyan fejlesztés, amit itt végre akarunk hajtani, az a célunk, hogy egyébként munkahelyet teremtsen, és a helyi gazdaságot próbálja növekvő pályára állítani, vagy éppen tartani, így a digitális élményközpont is, hiszen a tartalomfejlesztés révén, konferenciák révén kreatív ipari potenciált épít ki, vagy jelenít meg, és ezáltal hozzájárulhat a térség gazdasági növekedéséhez. Ugyanakkor ez egy olyan beruházás, amelynek nem csak regionális, de azt hiszem országos kisugárzása is lesz. Mi a 2023-as esztendőre készülünk, ami nyilván egy jelentős ingatlan portfólió változást is kell, hogy jelentsen. A városban nagyon sok olyan terület van, nagyon sok olyan épület van, ami használaton kívül van, mert a tulajdonosoknak esetleg nem volt arra forrásuk, hogy megfelelő funkció megtalálása mentén felújítsák ezeket az épületeket. Meg egyébként olyan is van, ami meg a város tulajdonában van, és egyébként a város nem tudott velük mit kezdeni, és a 23-as esztendő az egy jó apropója annak, hogy rendezzük ezeket az ingatlan viszonyokat, és a lehető legtöbb használaton kívüli épületet megújítsunk, új funkciót találjunk ezeknek az épületeknek. A mai sajtótájékoztatónk az két vásárlásról, illetve egy értékesítésről szólt. Az egykori Balaton-Burtorgyár területe nagyon régóta egy SEB a város szövetén, a tetejében a város szinte kellős közepén található ez az épület, és a magyar kormány segítség ezt a telket, ezt a területet meg tudja vásárolni az önkormányzat. Ennek a területnek a hasznosítása két ütemben fog megtörténni. Az első ütem az egy viszonylag rövid határidő, és hiszen 2022 év végére el kell, hogy készüljön minden beruházás, amiben 23-ban várjuk a hozzánk érkezőket, illetve szolgáljuk ki a veszprémieket. Tehát az első lépésként parkolóbővítés fog megtörténni ezen a területen, ami a belváros parkolási kihívásaira adhat egy jó választ. Megnyitjuk, egy gyalogos övezettel összekötjük a Balaton plázát, illetve a városközpontot, a piacot, a buszpályaudvar környékét, és egyébként pedig ideiglenes rendezvény helyszínként fog tudni funkcionálni. És a
További hasznosítás, ez pedig 24-től fog megtörténni annak a területnek. Egy megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni nyilván, és majd akkor tudunk arról beszélni, hogy mi lesz a sorsa. A másik, szintén egy belvárosban lévő, használaton kívüli, vagy romos állapotban lévő ingatlan résznek a megvásárlásra. Ez az egykori Szikvíz parkoló területe, ahol pedig a digitális élményközpontot szeretné a város, vagy maga az Európa Kulturális Fővárosa program megvalósítani. Ez egy különleges Magyarországon, meg talán itt Közép-Európában is még nem lévő digitális élményközpont azt, amit szeretnénk létrehozni, és ahhoz szükséges egy akkora terület, amit ezen a területen meg tudunk valósítani. Viszonylag könnyű a megközelíthetősége, nyilván az épület szolgálni fog, vagy rendelkezni fog parkolókapacitással, és egyébként pedig egy városrésznek a megújítása is meg fog történni az építkezés után. És az értékesítés az pedig maga a Piarista gimnázium épülete, ami a város tulajdonában van. A város nagyon hosszú időn keresztül nem tudott megfelelő funkciót találni, nem tudott megfelelő mennyiségű forrás szerezni ennek az épületnek a megújítására. Viszont a katolikus érsekség, akik egyébként a korábbi tulajdonosai voltak ennek az épületnek, rendelkeznek olyan pénzügyi forrással, ami a várban lévő, egyházi tulajdonban lévő épületeknek a megújítása. Ez egy vár rekonstrukció Veszprémben tulajdonképpen, 40 milliárd forintból, és annak a részeként ezt az épületet is az új tulajdonos, a katolikus érsekség meg fogja tudni újítani.